Sziasztok! Most egy kicsit kevésbé szakmai dologról lesz szó, de ugyanakkor azt vettük észre, hogy leginkább a kenszet versenyen a csapat irányítása, menedzselése és a motiváció fenntartása az, ami nagyon sokaknak nehézséget szokott okozni, és ugyanakkor ugye úgy hívjuk ezt a témakört, hogy soft skills, tehát ezzel arra utalunk, hogy ez, mintha nem lenne valami olyan kemény dolog, mint programozni vagy tervezni, Ugyanakkor ezzel is érdemes foglalkozni, és néha az itteni képességeket még nehezebb is elsajátítani. Viszont hihetetlenül fontos ahhoz, hogy egy projektet elejétől a végéig végig tudjunk vinni. Én most csak egy nagy vonalakban szeretnék erről beszélni, viszont teljesen le van írva továbbra is minden a témához kapcsolódó segédletben, hogyha valaki jobban el akar merülni a témába, ott minden hosszasan le van írva, és az irodalom jegyzékben még további könyvek, ajánlások szerepelnek, ha valaki még jobban el akar igazán mélyülni ebben a témában. Amiről érdemes szerintem először beszélni az az, hogy hogyan tartsuk meg a motivációnkat egy ilyen hosszú projektnél, ami körülbelül egy fél év, vagy több hónapig fog tartani, és rengeteg-rengeteg nehézség lesz, és sok új képességet kell elsajátítani, hiszen nem biztos, hogy mindenki tud 3D tervezni, vagy érti úgy a fizikát, a programozást, stb. És hogy mi az, ami ezen át tud segíteni? Szerintem egy jó eszköz a Simon Sinek író által kitalált, ilyen aranykörnek, Golden Circle-nek hívja, ami egy kb. azt modellezi, hogy hogyan kommunikálunk, hogyan motiváljuk magunkat, és ez így hogy épül fel. Ennek az ábrája látható a segéletben, de az a lényeg, hogy van, hogy miért egy ilyen körben, azon kívül egy kör az, hogy hogyan, és azon kívül még egy kör az, hogy mit. És az igazán sikeres szervezetek ez alapján, az elv alapján építik fel a a kommunikációjukat és a csapataikat is. Erre mondjuk példának jó, hogy hogyan működik az Apple, ugyanis náluk a miért mondjuk az, hogy ők küzdenek a status quo ellen, és az átlag embernek adnak egy ilyen eszközt, amin keresztül ők olyan dolgokat érhetnek el, amire mondjuk csak vállalatok lennének képesek, és akkor a hogyanjuk az az, hogy ugye hogyan csinálják ezeket a termékeiket, hogy nagyon minőség ilyen, jó dizájnnal stb. Míg a, a mit, az pedig az, hogy hát ők történetesen elektronikai eszközöket csinálnak fogyasztók számára, ugye laptop, telefon stb. És ugyanezt érdemes a saját csapatunknál is megtalálni, és magunkban is mint individuumok. Hogy mi ezt hogy csináljuk, ugyanis így a motivációt sokkal egyszerűbb lesz megtartani, ugyanis ha van egy olyan miértünk, akkor uh, akár a legnagyobb uh, akadályokat is le tudjuk küzdeni, viszont az abban a miértben tényleg hinnünk kell, tehát azt nagyon jól meg kell találnunk, ez mint uh, pszichológia. De ugye nálunk például lehetne valami ilyesmi, hogy akkor elgondolkozunk azon, hogy miért érdekel minket az űrkutatás, és akkor eljutottunk valami ilyesmi, hogy én fel akarom fedezni az univerzumot és akkor ezt le tudjuk bontani arra, hogy igen, és ennek mondjuk ez az egyik első lépése, hogy én nekem indulnom kell ezen a kenszet versenyen, és ezeket a dolgokat meg kell tanulnom, meg kell tanulnom egy ilyen műhold szimulációt építenem, ahhoz, hogy egy nap tényleg műholdakat építsek, olyanokat, mint mondjuk, amik a földkörünk eh, keringenek, vagy ahhoz hasonló eh, alkalmatosságokat, mint amilyen a James Webb űrteleszkóp, eh, ehhez mind szükség van, és ahhoz, hogy most sikeresek tudjunk lenni, az kell, hogy legyen valamilyen nagy célunk, és ezeket a kis dolgokat az alá tudjuk beszervezni. Szóval most, hogy megnéztük, hogy miért érdemes találni magunkat, magunknak egy ilyen nagy célt, ami így ad irányt, érdemes megnézni, hogy ezután ugye hogyan dolgozzunk, ugye hogyan résznél, mivel általában Fontosabb az, hogy milyen módszerekkel és rendszerekkel dolgozunk, mint hogy mi is a célunk. A célunk azért van, hogy hosszú távon megtartsuk a motivációnkat, de az eredményeinket elsősorban a rendszereink és módszereink fogják meghatározni, mivel valószínűleg egy ember sem. Azzal a célral kell felreggel, hogy ő sikertelen akar lenni, mindenki is sikeres akar lenni. Viszont, ugye, mint látjuk, nem lesz mindenki sikeres, tehát mi az, ami különbség az emberek között, és ez ugye nem a célban van, hanem az eszközökben, hogy hogyan dolgoznak, és milyen rendszerekkel operálnak. Úgyhogy nézzünk meg olyan rendszereket, amikkel sikere lehet törni. Ugye ti csapatban fogtok dolgozni, és az elején ez egész kaotikus lesz nyilvánvalóan, 5-6 ember, nagyban megy majd az ötletel, és minden nagyon-nagyon izgalmas lesz, azonban ahhoz, hogy eredményes munka tudjon folyni egy ilyen műszaki projektben, egy idő után be kell állnia valamilyen hierarchiának és rendnek. Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy egy csapatnál valaki vezető legyen, még egy ilyen kis csapatnál is, és ő fogja úgy átlátni, meg koordinálni ezt a dolgot. Ez nem azt jelenti, hogy a többieknek nincs akkor a felelőssége, de valakinek kell, hogy legyen valaki, aki mindig az utolsó szó, mondjuk így, és olyas valaki, aki átlátja ezt az egészet. Hogy nézzük meg, hogy mitől lesz valaki jó vezető, és ezt hogyan válasszuk ki. Igazából vannak olyan jegyek, amik valakit alapvetően mondjuk úgy kiválasztanak arra, hogy vezető legyen, őket mondjuk ugye vezető személyiségnek, de ugyanakkor ez egy tanulható dolog, mivel nem garantálható, hogy a ti csapatotokban lesz olyas valaki, aki ilyen személyiségjegyekkel rendelkezik, ezért érdemes megnézni ugye, hogy hogyan lehet ilyen jó vezetővé válni. De az első és egyik legfontosabb dolog az az, hogy nyilván kell felelősségtudat, Emellett az is, hogy ő neki kell majd a csapatot tudni motiválni a korábban felsorolt módszerek szerint, tehát az ő felelőssége az, hogy mindenki megőrizze a motivációját, azt, hogy rendesen folyjon a kommunikáció a csapatban, a kommunikációra majd még részletesebben kitérünk, Emellett az is, hogy minden csapattagból a legjobbat kihozza. Tehát figyelnie kell arra, hogy kinek mik az erősségei, gyengé, és akkor ehhez képest kell hozzá viszonyulnia. Tehát egy vezetőnek kell tudnia empatikusnak lenni ezért, de kellően határozottnak is, és, mint mondtam, a felelősség tudat az elengedhetetlen. Továbbá, ha van egy ilyen nagy célunk, ugye, hogy egy kenszetet akarunk építeni, akkor ezt le kell bontani al feladatokra, mert különben ez egy akkora feladat, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy jó, most mit kezdjünk, úgyhogy ezt érdemes lebontani al feladatokra, és ezeknek a kiosztása is a vezetőnek lesz a dolga, hogy meghatározza, hogy ki melyik területért felel, stb. Ugyanis ez sem egy rossz praktika, hogyha a különböző területeknek hardware, szoftver, stb. meghatározunk valakit a csapatból, akire azt mondjuk, hogy ő felel ezért, és akkor ő pedig a többieknek, akik azon a terület, azzal a területtel foglalkoznak, osztja le a feladatokat és így sokkal folyékonyabb tud lenni a munka, és sokkal kevésbé lesz az, hogy mindenki össze-vissza dolgozik, hanem átlátható az egész. Ez nyilván nem jelenti azt, hogy mindenki csak egy dologgal foglalkozik, meg a vezető, meg a terület felelősök is csak feladatokat osztogatnak ki, hanem ők is megvan, hogy mivel dolgoznak, attól függően, hogy mihez értenek. De ez azt jelenti, hogy őnek kell egymást felelősségre vonniuk ezekben a dolgokban. Sok szó volt itt már célokról, feladatokról, stb. Úgyhogy nézzük meg, hogyan érdemes célokat kitűzni. Megint csak a teljesség igénye nélkül részletesen benne van ez a segéletben. Sokféle rendszer szerint lehet célokat meghatározni. Én választottam egyet, ami szerintem hasznos ö, lehet. Ez a pedig a smart célok rendszere. Ez egy angol mozaik szó, ugye okosnak lehet fordítani, és ami szavakból összetevődik, most itt magyarul fogom őket használni, hogy nem jön ki belőlük a smart, de amúgy az, hogy specific, measurable, achievable, relevant, timed, és hogy akkor ez mit jelent. Az, hogy a cél konkrét, tehát meg van határozva, hogy mit is akarunk csinálni, mit akarunk elérni, mit tudom én, rádiójeleket akarunk küldeni egy adótól egy vevőhöz, és akkor ezt akarjuk elérni, tudom én, ilyen meg olyan protokollal. És utána az, hogy mérhető legyen ez a cél, hogy akkor tekintjük sikeresnek, mondjuk, hogyha sikerül ennyi meg annyi jelet átvinni, vagy így meg úgy adatot továbbítani. Az, hogy elérhető ez a cél, itt ez egy viszonylag tágabb dolog, de itt ez azt jelenti, hogy lesz elég időnk megcsinálni, rendelkezésre állnak az erőforrások, tehát van adunk, meg vevők, meg tudunk programozni, stb ehhez kapcsolódik az, hogy reális is, ez a kettő szerintem így kicsit egybe tud időnként mosódni, de ennek is ugyanez a lényege, hogy meg tudjuk valósítani, hogy nem ilyen valóságtól elrugaszkodott, tehát hogy az adott határidőig be tudjuk fejezni a feladatot, ugyanis az utolsó kritériumunk az az, hogy időben meghatározott, tehát hogy van egy konkrét határidő, és az, hogy mit és mikor fogunk csinálni, ugyanis különben úgy szétfolyik. Ugyanakkor én fontosnak tartom megjegyezni, hogy itt alapvetően mindenkinek érdemes magának csinálni ezeket a célokat, tehát hogy a, a vezető meghatározza az irányt, hogy jó, ti csináljátok meg a rádiós dolgokat, és mindenki így lebontja magának a dolgokat, hogy a felelősség az így lefelé csorog ezekben a dolgokban, és így konkretizálódnak a feladatok a hierarchiában, mondjuk így. Ugyanis. Ezáltal a vezetőnek nem kell minden részletről tudnia, nem kell mindenkinek minden részlettel foglalkoznia. Ezáltal aki egy adott dolgon dolgozik, ő nagyon tudni fogja, hogy ott mi történik, és sokkal nagyobb szabadsága lesz, ami ahhoz fog eredményezni, hogy kevésbé lesz így kaotikus a munka végső soron, és jobb eredmények tudnak születni, mert nem az lesz, hogy mindenki belekap egy kicsit valamelyik területbe, de ettől függetlenül, ezt csak így zárójelben megjegyzem, hogy érdeklődjünk a többi terület felé, meg azokat is tanuljuk meg, de, de legyenek ezek a feladatok így meghatározva. Na már most, ha csapatban kell amúgy dolgoznunk, akkor nem már beszélünk arról, hogy hogyan kommunikáljunk egy csapaton belül, ugyanis nagyon-nagyon sok konfliktus szokott lenni. Ami egy sikeres csapatnál az egyik legmeghatározóbb faktor, hogy miért lesznek sikeresek, az a kommunikációs stílus. És egy olyan kommunikációs stílus szükséges a csapaton belül, ami ezt az úgynevezett pszichológiai biztonságot megteremti, vagyis mindenki szabadon beszélhet a véleményéről aminek ugye az az eredmény, hogy semmilyen információ, ötlet nem fog elveszni, és az egész mentális erőművet, ami a csapat ki tudjuk teljességgel használni. Ez pedig, hogy ez a pszichológiai biztonság megteremtődjön, a vezetőnek lesz a feladata, akinek figyelnie kell arra, hogy mindenki tudja hallatni a hangját, és senkinek úgymond ne el a véleménye azáltal, hogy ő csöndben marad egy ilyen csendes valaki, hanem ő igenis kérdezzen rá, hogy itt és itt mi van. Ez az egyik. A másik pedig az az, hogy mindig mondjunk igazat, tehát ne próbáljunk meg sumákolni semmit, hogyha valami nem működik, vagy nem értünk hozzá, azt valljuk be. Hosszú távon jobb lesz, jobb eredményekhez fog vezetni, és hosszabb távon jobban is tisztelni fognak minket, hogyha belátjuk, hogyha valamihez nem értünk, vagy nem megy, nem sikerült és tanuljuk meg rendezni a konfliktusainkat, ugye ez is, ez is egy fontos dolog, ugyanis ha mindenki hallatatja a véleményét, akkor előbb-utóbb elő fog jönni olyasmi, hogy eltér két vélemény, ekkor egy jó módszer ezeknek az ütköztetésére, hogy ugye mondjuk el a véleményünket, vagy ha valaki elmondja nekünk a véleményét, akkor hallgassuk meg, értsük meg, mondjuk vissza, vagy tartsunk bele egy kis összefoglalót, hogy jó, akkor te nagyjából erre gondoltál, ugye jól értettem-e. És hogyha a másik azt mondja, hogy igen, tehát elégedett a mi értelmezésünkkel, na, akkor már úgymond bele tudunk kötni, vagy akkor kezdhetünk el azt mondani, hogy jó, én ezzel meg ezzel nem értek egyet, és egy ilyen oda-vissza vissza beszélgetés folyamán lehet oda eljutni, hogy megértjük teljesen, hogy mire gondolt a másik, és hogy mi a probléma. És ezután tudunk úgymond dönteni, hogy jó, végül is, akkor melyik a rosszabb vagy a jobb opció. Valószínűleg mindig lesz ilyen helyzetben valami, hogy mindig nem tudunk egyetértésre jutni. Ilyenkor, aki az adott témában kompetens vagy a vezető, őnek kell döntenie, hogy jó, akkor ez lesz. Itt az a fontos, hogy ezeken ne sértődjünk meg, tudatosítsuk magunkban, hogy ez, ez nem személyes, itt senkinek nem az a célja, hogy a mi lelkünkbe gázoljunk egészséges esetben, hanem az, hogy egy működő kenszetet építsünk és nyerjünk, és ha erre gondolunk, akkor így lelkiekben jobban fel tudjuk dolgozni azt, hogy nem nyerhetünk meg úgymond mindent, nem minden úgy lesz, amit akarunk, és lehet, hogy mi is tévedünk. Úgyhogy igen, érdemes megvitatni a dolgokat, és végig szem előtt tartani, hogy igazából mind egy célért küzdünk. Arról is volt már szó, hogy rengeteg új ismeretet kell majd elsajátítani, és ehhez tudni kell tanulni, akármilyen furcsa is ezt hallani, de hogyan is érdemes akkor új képességeket megszerezni. Ma már viszonylag egyszerű információhoz jutni, hála az internetnek, főleg egy egész jó angol tudással, igazából bármilyen kérdésünkre meg tudjuk ö, találni a választ. A kérdés az az, hogy ezt tudjuk-e használni, meg tudjuk-e jegyezni, tehát hogy később is használt vegyük ennek a képességünknek. Emellett az sem egy utolsó dolog, hogy ö, kiszűrjük, hogy az interneten felelhető hatalmas információhalmazból ez tényleg hasznos-e, vagy ez nem valami tév. Ö, információ. Itt az egyik dolog, ami segíthet a tév információk kiszűrésében, az az, hogy ha a csapatnak van egy mentora, akkor tőle mindig meg lehet kérdezni, hogy jó, ez így van, vagy hogy ez az oldal, ez, ez így megbízható-e. A segéletben mi is tettünk oldalakat, amik szerintünk megbízhatóak ilyen témakörökben. Ezeket érdemes használni, emellett keresgélni, és mindig kikérni mentorunk tanácsát, hogy ez tényleg helyese így. Amit még érdemes tudni a tanulásról az az, hogy oké, okay, megtaláltuk az információt, amit akartunk, egy egyenlet, egy elmélet, hogyan építsünk rádióantennát, stb. És utána ezt próbáljuk meg akkor alkalmazni ugye a gyakorlatban, mert különben nem lesz belőle kenszet. Amit itt fontos szem előtt tartani az az, hogy ez bizony nehéz lesz, tehát Sokszor fogunk értetlenkedni, és azt hiszük, hogy tök hülyék vagyunk, mert e, e, fogalmunk sincs róla, hogy most itt az adott egyenlet mit jelent, vagy nem értjük meg valaminek a működését teljesen, és ez, ez így teljesen rendben van. Ilyenkor nézhetünk más forrásokat, nyugodtan olvassuk, újra gondoljunk rá másképp. Ha van, aki a csapatban érti, akkor ő próbálja meg elmagyarázni a többieknek. Tehát e, addig gyúrjuk a tudás, vagy az új anyagot még teljesen meg nem értettük, és közben ugye így átültetjük a gyakorlatba, tehát oké, okay, értem, hogy működik a rádió, akkor a rádió adás, egy antenna, akkor megpróbálunk építeni egy antennát, és Közben rengeteg-rengeteget fogunk tanulni abból, hogy átültetjük az elméletet a gyakorlatba. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy miután átestünk ezen, hogy jó, oké, megértettem az elméletet, utána ültessük át a gyakorlatba, mert úgy fog igazán megmaradni. Emellett egy jó ö, taktika arra, hogy értünk-e valamit, hogyha helyesen el tudjuk magyarázni másoknak, akkor a saját szavainkkal akkor értettünk meg ö, valamit igazán. Emellett még egy utolsó tipp, ez nem egészen a tanuláshoz köthető, hanem az, hogy mit tanuljunk, hogy mérjük fel, hogy mi az, amit nem tudunk, mik a hiányosságaink, és legyünk őszinték magunkhoz. Tehát ha nem tudunk programozni, akkor valljuk be magunknak, és hogyha szükség van arra, hogy megtanuljunk programozni, akkor tanuljunk meg programozni, akármilyen nehéz lesz is ez, de ha ilyenkor végig a végső cél lebeg a szemünk el előtt, akkor... Ezekkel a nehézségekkel is meg tudunk majd küzdeni. A verseny során kell majd prezentációt is csinálni, előadást a mért adatokról és a küldetésről, úgyhogy kitérnek ezért egy kicsit a prezentációs technikákra és arra, hogy milyen formában kell tudunk esztétikus előadást tartani. Egy dia sor sokféle programmal tudunk csinálni, ugye PowerPoint, vagy Google Diák, vagy Prezi, tehát rengeteg opciónk van. Én most nem akarok kitérni egy szoftverenként arra, hogy mit, hogy lehet, hanem ilyen általános irányelveket akarok adni, hogy hogyan legyen ez stílusos. Az egyik az az, hogy ne használjunk túl sok szöveget. Tehát érdemes a szlájdokon csak címszavakat használni, és nagyon tömören fogalmazni. Ugyanis ez nem egy felolvasó est lesz, tehát a szlájd az első sorban a közönségnek van, hogy az ő figyelmüket struktúrálja, mondjuk így, és hogy illusztrálja azt az információt, amit mi át szeretnénk adni. A szöveg formázásával kapcsolatban részletes leírás van még a segédletben, ezért arra úgy nem térnék ki. Ott ez ábrákkal is jelezve van a talpas-talpatlan betűtípusok effektezés, hogy ne nagyon kombináljunk sokat, stb. Az, hogy adatokat hogyan jelenítsünk meg, ugye érdemes szép diagramokat ábrázolni, amik egyszerű, megérteni őket, egyértelműen láthatóak, színesek stb. A szoftveres részben erről is van szó, úgyhogy érdemes azokat az anyagokat és videókat is ö, megnézni. Hasonlóan a színekre sem fogok, és a színskálákra most részletesen kitérni, ugyanis az is jobban látható ott. Az a lényeg, hogy van ez az úgynevezett színkör, és hogy akkor ez alapján, hogy így honnan választjuk ki a színeket, erre van többféle módszer, ezeket ott felsorolom, és egyértelműen látszanak ott van egy link azon, hogy ezt hogy lehet használni. Ami érdekesebb, és ami mindenkinek gondot szokott jelenteni, az az előadásmód. Igen, mint mondtam, ez nem egy felolvasó est, tehát ne a diasorról olvassuk fel a szöveget, hanem forduljunk a közönség felé, nekik beszélünk, és úgy adjuk elő a mondandónkat, végig figyelve arra, hogy mint ahogy a diasor is a figyelmet irányítja és struktúrája, ugye a mondandónknak is van ilyen fajta feladata. Itt ezt a hangsúlyozással tudjuk megtenni, és azt, azzal, hogy mit, milyen sebességgel mondunk. Emellett figyeljünk arra nyilván, hogy érthetően kellő hangerővel beszéljünk, hogy a, amíg a leghátsó sorban ülők is hallják tökéletesen, amit mondunk, addig egészen jól csináljuk. És ami nagyon-nagyon fontos, az az, hogy egy ilyen előadáson rengeteget tud javítani, az az, hogyha sokat gyakoroljuk, mivel limitált idő áll rendelkezésre az előadására, ezért elengedhetetlen az, hogy így e, csettintésszerűen elő tudjuk adni, és tudjunk pörögni, hogy menjen a, a flow, az áramlás, hogyha így e, akarjuk e, mondani. Ez a kellő gyakorlás pedig ahhoz is... E, jó, hogy ezáltal csökkenthetjük azt, hogy mennyire fogunk izgulni, ez sokaknál szokott gond lenni, de hogyha elégszer elmondtunk egy szöveget, akkor, akkor az kellő önbizalmat tud adni ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy jó, ezt így elő fogjuk tudni ott adni. Ezen kívül pedig még egy tipp ehhez, hogy hogyan adjuk ezt elő, az az, hogy próbáljuk meg Élvezni, hogy ránk irányul a figyelem, és szabadon beszélhetünk, és most itt előadhatunk valamit, találjuk meg ennek a pozitív oldalát is, ugyanis tényleg tud nagyon szórakoztató és élményszerű is lenni, előadni valamit, úgyhogy próbáljuk meg megtalálni azt, hogy hol tudunk ehhez így kapcsolódni. A Soft Skills témáról így ennyit szeretnék mondani, ha valaki mondom jobban el akar merülni benne, akkor ott van a segéd, lett, tartozik hozzá irodalomjegyzék és nyugodtan lehet ezeket a témákat tanulmányozni. Sok sikert a versenyhez.